A túravezetői képzésen bronzfokozatú jelvényt és oklevelet kaptak a sikeresen vizsgázók. A pályázati forrásból emellett egy olyan túrát is szerveztek, ahol hazai és határon túli újságíróknak mutatták be a templomút melletti látnivalókat, a legújabb turisztikai trendeket, valamint a templomok innovációit, ami főként a látogatóbarát fejlesztéseket jelenti. A középkori templomok útja program 6 évvel ezelőtt indult útjára, 3 ütemben valósult meg, és a harmadik ütemnek a végén a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési programnak egy úgynevezett forrás kiegészítése keretében sikerült úgymond fél éven meghosszabbítani ezt a programot, így a megyei fejlesztési ügynökség konzorciumi partnereivel, a Királyhágó melléki református egyházkerülettel, illetve a tiszántúli református egyházkerülettel is sikeres pályázatot valósított meg az elmúlt fél évben. Az egyházkerületek restaurálásra fordították a plusz forrás által biztosított keretet. A fejlesztési ügynökség viszont úgy gondolta, hogy egy igen erőteljes marketing kampányra fogja felhasználni ezt az összeget. A középkori templomok útja program kiemelt célként foglalkozik a kerékpáros turizmus fellendítésével. A templomút emellett busszal és autóval is bejárható. A középkori templomok útja ugye pont ez az egyik apropója ennek a túravezetőképzésnek, és pont az elmúlt héten, hétvégén voltunk egy háromnapos túrán, ahol kicsit jobban beleláttam ebbe az egészbe, és nagyon sok minden össze lehet hozni egy ilyen túrán. Ez a Szabolcs-Szatmár, főleg a Szatmár rész, rengeteg látnivaló van, sok kicsi falu, közel vannak egymáshoz, minden faluban van valami látnivaló, főleg nyilván a templomok, amikre ki van hegyezve ez az egész, fel vannak újítva, és a megye lakosságnak, de nyilván inkább a távolabbi lakosoknak Magyarországon és külföldieknek is rengeteg olyan dolgot tudunk mutatni, hogy ezen a részen, ami máshol nincs és egyedi és a miénk. A középkori templomok útja program a népszerűsítési kampány keretein belül több rendezvényt, könyvbemutatót és időszaki kiállítást is szervez majd.